Csongrád-Csanád megyében vagyunk. Szél István elnök úr azt ígérte, hogy egy nagyon izgalmas telepbejárásra kerül sor. István, hol vagyunk és miért ezt választottuk? Szeged határában vagyunk, itt a Sándorfalvi út mellett, Sáringer Sándor gazdálkodó társunknál, aki ezt a fantasztikus és igen nagy agrárcéget vezeti, illetve képviseli. Karotin Kft. Ez itt Szeged környékén szerintem az egyik legnagyobb cég, és nekünk a fő profil igazából már 47 éve, mióta én itt dolgozom, a lucerna feldolgozás volt, ami ugye Magyarországon a mai időkre már teljesen úgymond kihalt. Ez egy korszerű számítógép vezérelt, és ma Magyarországon, meg Közép-Európában is ez az egyetlen egy ilyen üzem van, ami megépült. Ez az üzem 6 tonnát csinál peletből óránként, azon kívül csinálunk ilyen nagy lucerna válákat, abból meg 10 tonna megy óránként le, tehát hatalmas kapacitása van, csak ez alapanyag kérdés. Na és akkor itt látjuk magunkat, gondolom az a forgó, az a szárító, ha jól sejtem. Abba szárad meg a lucerna, ez a zöld lucerna. Ez így zölden megszárad, még a lovak is megeszik. Itt viszi föl a gép és megy végig. Ez a biomassa kazán, ebben ilyen pelettel tüzelünk, ez kukorica szár pelet, egy olyan 250 Celsius fokot tudunk előállítani. Ezzel még szárítjuk a lucernát. Nagy Isten Uram, én Györfi Balázs tiszteltem. Húha, mit látunk ezen a bonyolult monitoron? Ez az egésznek a sémája, ez a számítógép az agya az egésznek, tehát ez úgymond vezérli önmagát. Az egész folyamatot lehet itt kontrollálni, meg ha valami nem stimmel, akkor ő magát korrigálja. Sándor, köszönjük szépen, hogy mindezt megmutattad nekünk, és hát további sikereket kívánunk, egy kicsit lelkesítse bennünket, hogy ennek az ágazatnak van jövője. Én úgy gondolom, hogy ez így igaz, hogy a feldolgozott terméket, mint a lucernát, amely kicsit mostován kezelt volt az utóbbi 10-20 évben, érdemes feldolgozni, érdemes eladni, érdemes továbbadni, mert ez egy jövedelmező üzletágnak számít, pláne ezzel a technológiával, hogy megújuló energiát használunk zömébe a szárításhoz. Remélem, hogy ezzel a kis sétával, bemutatkozó látogatással sikerült fölébreszteni másokba is azt a kedvet, hogy ezt a lucernát igenis föl kell dolgozni, tovább kell értékesíteni, és ezzel úgy gondolom egy fontos exportpiacot tudunk szerezni az országnak.